Íjászat, lövészet, különböző akadálypályák és helyzetfelismerő gyakorlatok. Csak néhány azon állomások közül, amelyeken a résztvevő fiataloknak túl kellett jutniuk a Bátrak Ligája versenysorozat makói fordulóján. A kezdeményezést a Honvédelmi Sportszövetség hívta életre még évekkel ezelőtt. Az eseményre dr. Simicskó István elnök is ellátogatott. Mint ahogyan az a felvételen is látszik, a gyerekeknek számos érdekes és izgalmas sportfeladatot kellett teljesíteniük. A Honvédelmi Sportszövetséget annak idején azért hozták létre, hogy egy olyan országos hálózatot építsenek fel, melynek segítségével minden településen és valamennyi járásban össze legyenek kötve a fiatalok, valamint olyan lehetőségeket kapjanak, ahol megmérethettetik magukat egyénileg és csoportosan. A Bátrak Ligája elnevezésű versenysorozat is ezt a célt szolgálja, ahol általános és középiskolás csapatokat vártak. Számos helyen kipróbáltuk már, és olyan helyszínekre megyünk most az utóbbi időszakban, ahol egyébként honvédelmi sportközpontot is épít a kormány. Makó is benne van az első ütemben, tehát Makó városa is számíthat arra, hogy belátható időn belül honvédelmi sportközponttal fog majd rendelkezni. És látható, hogy a gyermekek, a helyi iskolások, valamint Hódmezővásárról és Móraharomról is érkeztek, Makón kívül. Több mint 100 gyermek méretet ít meg magát ma. Látható, hogy mennyire szeretik, mennyire élvezik. Én azt hiszem, hogy fontos, hogy a gyermekeinknek lehetőséget adjunk olyan képességek, olyan kompetenciák megszerzésére, amely abból áll, hogy nehéz helyzetekben is úrrá tudnak lenni. És saját képességeiket megismerik. A rendezvény meghívott vendége volt dr. Juhász Tünde is. A Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal kormány megbízottja rávilágított egy személyben a Megyei Védelmi Bizottság elnöki posztját is betölti, ahol kiemelten kezelik a honvédelem és a honvédelmi nevelés ügyét. A középiskolásoknak például honvédelmi tárgyú vetélkedőket szerveztek a megyében. Ennek kis testvére azt gondolom a jelenlegi rendezvény is, amikor már általános iskolás korba szeretnénk a gyerekek figyelmét felhívni a honvédelem, a haza védelmének ügyére. Ez több szempontból kiemelendő. Nyilván egyrészt a testmozgás vagy önmagában a sportos tevékenységek okán is jelentős, hiszen nagyon sok olyan sporttevékenység van, amelynek a gyökere az valamiféle katonai vagy honvédelmi múlttal bír. Gondoljunk a vívásra, gondoljunk a lovaglásra, a lövészetre, a küzdősportokra. Ezek mind-mind olyan gyökérrel, támogatottsággal bírnak, ami szoros összefüggést mut a honvédelem ügyével. Klement Villő Hódmezővásárhelyről érkezett a versenyre, és stábunknak elmondta, hogy mit élvezett a legjobban a nap folyamán. Ami nekem nagyon tetszett, az a céllövészet volt, mert ez tényleg egy olyan dolog, amit nem minden nap lehet kipróbálni. Még a tájékozódási futás is nagyon tetszett. Igen, ezek a kedvenceim, de az összeset nagyon élveztem. A délután folyamán került sor az eredményhirdetésre. A dobogó harmadik fokára a makói József Attila gimnázium csapata állhatott. Második lett a Hódmezővásárhelyi Klauzár Gábor általános iskola, az első helyet pedig a szintén vásárhelyi Szent István általános iskola szerezte meg. A mi iskolánk ugye sportiskola révén a több oldalúságra való nevelés eleve megadjuk a gyerekeknek. Nagy örömünkre szolgál, hogy már harmadik éve, hogy ebbe a nagyon kellemes Bátrak Ligája versengésbe behívták az intézményünket. Első évben még nem voltunk ilyen sikeresek, de egyre jobban beleéltük magunkat ebbe a világba, tudtuk, hogy mire készülünk.